Normantas Pauliust két kis nemzet, a litván és a magyar is saját gyermekeként tartja számon. Litvániában született, de több mint 30 esztendőn át. Egészen haláláig Nyíregyháza volt az otthona, innen választott feleséget is magának. Lelke azonban valahol a Himalája lábánál érezte leginkább otthon magát. Ott már csak Laiviusnak, azaz Szabad Szélnek hívták. A fotós számos alkalommal járt azon a vidéken, imádta a keleti országok embereit, a különös keleti kultúrákat és hangulatot. 10 esztendővel ezelőtt így nyilatkozott a nyíregyházi televízió kamerája előtt. Én nem vagyok, hogy neveznek turista, vagy vándor. Én vagyok fotográfus, most már nagyon remélem, hogy profi vagyok már több éve. És végeredmény már is egy kicsit unom fotográfiát, mivel kimerültem. Már 90 ezer képen van csak Himalájáról. És ha számoljunk a méterbe, kilométerbe, vagy hány kiállításom volt, és hogy nem sokára leszek 60 éves, ez is számít, hogy kicsit most többet szoktam úton írni, és nem csak a verseket. A idén áprilisban kezdtem a meseket írni a gyerekeknek. Úgyhogy lássunk, telik az idő, és azért nem lehet tudni, mi lesz velem egy 10 év múlva. Normantas Paulius önként vállalt küldetése keretében bejárta a volt Szovjetunió szinte egész területét, valamint 15 buddhista országba látogatott el. Fotósorozatait analóg fényképezőgéppel készítette, nem használt digitális kamerát. A fotóművész 17 országban csaknem 300 kiállítást rendezett. Expedícióiról több kötete jelent meg, számos díjban és elismerésben részesült. A fotóművészre egy róla készült filmmel emlékezünk a Hírhegyháza január 10-i műsorában.